Ahol magyarok élnek a világban, ott vannak olyan események, olyan napok, amelyek mindenképpen emlékezésre adnak okot. Ezek egyike az aradi vértanúk emléknapja is. Mondta el Fenyvesi Zoltán, a Magyarországgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának alelnöke. Én azt gondolom, hogy éppen az Aradnak a jelentősége, hogy meg kell, hogy béküljünk néha egymással. Vannak ellentéteink, az ellentéteken fel kell emelkedni, és éppen Arad példája az, amikor lehet felemelkedni eseményeken. Gruber Ferenc, a Mille Centenáriumi Emlékbizottság elnöke elmondta, ami akkor történt, példamutatása fiataloknak, hogy a szabadságért áldozatokat kell hozni, olykor nem is keveset. A hősök példát mutattak, hogy sokszor felől kell múlni, ugye tudjuk, hogy legtöbb ugye katonatiszt volt, császári és jómódú katonatiszt, sőt ugye kisernőről ugye egy gazdag földbirtokos volt, és hajlandó volt lemondani a, tulajdonképpen a vagyonáról, és hát ugye ő állt át az osztrák csapatoktól, az osztrák császári csapatokból a szabadságharc csapataihoz, és hát ugye Kossuth hadseregébe harcolt. Az adai megemlékezés végén a Magyarországgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának alelnöke, Magyarország szabadkai főkonzulátusának képviselője, a községi képviselőtestület és a helyi pártok vezetői, valamint a községi civil szervezetek koszorúzták meg a Damjanich emlékművet.